találta fel a mosógépet. Üdvözöllek mindenkit a videóban. Ma egy olyan különleges témával foglalkozunk, mi szerint ki az a zseni, aki feltalálta a mosógépet. A mosógépek az otthonokban elengedhetetlen segítő társak lettek, de kevesen tudják, hogy a mosógép mögötti találmány egy hosszú történet eredménye. A mosógépet elsőként a 18. században fejlesztették, és az első prototípusokat manuálisan kellett működtetni, de a modern mosógép, ahogy azt ma ismerjük, egy amerikai feltalálónak, nevezetesen Alva Fishernek köszönhető. Fisher, akit többek között a modern mosógép atyának is neveznek, 1908-ban szabadalmaztatta és fejlesztette ki az első valódi automata mosógépet. A Fisher által létrehozott készülék már elektromos energiával működött, és képes volt a ruhák mosását is automatikusan végezni. Ez a találmány óriási előrelépést jelentett a háztartási munkák megkönnyítésében és időmegtakarításban a mosógép gyorsan terjedt, és ma már szinte minden otthonban megtalálható. Azóta a mosógépek továbbfejlődtek, számos kényelmi és energiatakarékossági funkcióval lettek ellátva, sokféle típus és méret közül választhatunk, amelyek a mosás hatékonyságát és kényelmét növelik. Alva-fishernek köszönhetően a mosógépek a mindennapi életünk nélkülözhetetlen részeivé váltak, képesek vagyunk egyszerűen és hatékonyan tisztítani a ruhákat, és több időt szánni más fontos dolgokra. Reméljük, hogy élveztétek ezt az érdekes információval teli videót. Ha tetszett a tartalom, oszd meg másokkal is, és ne felejts el kommentálni, ha kérdéseid vannak, örömmel válaszolunk rájuk. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és találkozunk a következő videónkban. Dr. Express a legszélesebb választékkal rendelkező csatorna. Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!